Az este vendége Répási Róbert, a Fidesz frakcióigazgatója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ma bejelentették, hogy fellebbeznek az Alkotmánybírósághoz. Tegyük föl, hogy az Alkotmánybíróság önöknek ad igazat, és visszautalja új eljárásra az OVB-hez a kérdéseket. Felkészültek arra, hogy az OVB-nek lehetnek ismét más szempontjai, és újra visszautasíthatja a kérdéseket? Hát sajnos ezt nem lehet kizárni, mert az Országos Választási Bizottság nem először azt a eljárási módot választja, hogy nem vizsgálja meg egyesével a felmerült összes kifogást, legalábbis amelyet ő kifogásnak tart, hanem amikor az Alkotmánybíróságtól visszakapja a kérdést, akkor újabb és újabb kifogásokat húz elő. Egyébként ezért is kértük azt, hogy a taláros testület vizsgálja meg magát az OVB eljárásának a jogszerűségét is, hogy például ez megfelele a választási szervek együttműködésének, megfelele a jogbiztonság követelményének, és megfelele általában azoknak a jóhiszeműségről szóló hát elvárásoknak, amelyet egy ilyen eljárásban fel lehet tételezni az Országos Választási Bizottságban. Önök az elmúlt napokban és hetekben elég súlyos vádakkal illették az OVB-n, de hát ez egy olyan bizottság, amit a parlament fogadott el, mégpedig konszenzussal, hát önök is megszavazták a tagjait, Szigeti Pétert is. Így van, de hát azért azt talán hogy nem róható fel nekünk, hogy amikor megszavaztuk ezeket a jogászokat, akkor nem tételeztük fel, hogy a működésük során súlyosan elfogultan fognak eljárni. Annak ellenére, hogy természetesen ismertük, hogy ki Szigeti Péter, ismertük a jogi munkásságát, Halmai Gáborról is lehetett tudni, hogy kicsoda, és természetesen a Fidesz is javasolt személyeket ebbe a, pontosabban egy tagot javasolt ebbe a testületbe, és egyet pedig aztán utána a pár delegált a törvény alapján. Tehát pillanatnyilag az Országos Választási Bizottságban többségben vannak azok a jogászok, akiket a kormánypártok delegáltak, ezért nem véletlen, hogy sorozatosan kisebbségben marad a Fidesz és a KDNP népszavazási kezdeményezése. Persze az, amit az egyik ember politikai elfogultságnak értelmez, azt a szakmában sokan nevezik, hogy véleménykülönbség két köztestület között. Biztos, hogy szerencsés ez politikai beállítottságnak tartani, hiszen az, hogy önök ellenére döntenek, az tulajdonképpen önöknek feltétlenül kellemetlen, de hát előfordulhat. Igen, csak itt nem az a helyzet, hogy az Országos Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság az két köztestület lenne, amely egymással véleménykülönbségben lehet, hanem alá fölé rendeltség van. Az Országos Választási Bizottság az első foka ennek a népszavazási hitelesítési eljárásnak, és az Alkotmánybíróság a másodfoka, tehát oda lehet felebezni. Csak hát az OVB nem veszi figyelembe azokat a határozatokat, amelyeket az Országos Választási Bizottság hoz. Ezért utaltam arra, hogy újabb és újabb érveket... Ha ennyire elégedetlenek az OVB-ben, miért nem kezdeményezik az elnök vagy az OVB visszahívását? Hát az elnök lemondását, illetve az ő elmozdítását természetesen kezdeményeztük, az más kérdés, hogy a parlamentben nincs meg ez a többségünk, hiszen ez minimum legalább az egyszerű többségre lenne szükség, hogy például új Országos Választási Bizottságot válasszon az országgyűlés. Én ezeket a kritikákat, amelyeket velünk szemben fogalmaznak meg, én egy kicsit igaztalannak érzem, mármint éppen most a szocialista szóvivő fogalmazta meg ezeket a kritikákat, ugyanis nem mi támadjuk az alkotmányos intézményeket, hanem mi hivatkozunk az Alkotmánybíróság határozatára, mi kérjük számon azt, hogy az Országos Választási Bizottság miért nem tartja be azt, amely mindenki számára kötelező, hiszen az Alkotmánybíróság döntéseit. A Választási Bizottság azt teszi, ami a dolga, vagyis hogyha az Alkotmánybíróság visszautasít valamit, akkor újabb érvek után néz, amennyiben úgy gondolja, hogy vannak hát újabb már érvek. Amennyiben azt tekinti, felülbírálati joga az Alkotmánybíróságnak van, de ezt az OBV megteheti, hogy más érvet talál a véleményekre. Bocsásson meg, amennyiben azt tekinti az Országos Választási Bizottság feladatának, hogy addig keres elutasítási érveket, ameddig csak talál ilyet. Ha ezt tekinti feladatának, hogy mindig újabb és újabb akadályt gördítsen egy ilyen népszavazásnak, akkor persze igaz ez a logika. Hát sokáig el lehet ezt valóban játszani. Önök látnak arra most esélyt, hogy egyszerre feltehessék az összes kérdésüket? Hát ebben a pillanatban van erre esély. Minden azon múlik, hogy vajon a Alkotmánybíróság milyen gyorsan tud dönteni, és utána az Országos Választási Bizottság most már hajlandó-e végrehajtani az Alkotmánybíróság döntését, vagy további gáncsokat tapasztalunk.
Azért még, hogyha ez ilyen egyszerűen menne is, akkor is annyi idő áll rendelkezésére mindkét testületnek, hogy ebből a 4 hónapból, ami a rendelkezésükre áll, aláírásgyűjtések könnyen kifuthatna. Tervezik, hogy visszavonják, majd újra benyújtják a 3 már elfogadott kérdést? Egyelőre nem hoztunk ilyen döntést. Minden idegszálunkkal azon vagyunk, hogy küzdjünk ezekért a népszavazási kérdéseket, tehát minden egyes kérdésért küzdünk, és az a szándékunk, hogy egy népszavazást tartson róla a magyar köztársaság választópolgárai, de hát ennek a technikáját még nem tudjuk eldönteni, pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az OVB inkább arra játszik, szabály szerint arra játszik, hogy ezek a kérdések egymástól elválasztva kerüljenek népszavazásra, ez pedig nagyban befolyásolná az eredményességét a népszavazásnak. Továbbiakat nem sokára meglátjuk, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen.